Tomás! Állj! Ott egy távrecsegő állomás! Tárcsázok is egy-kettő, itt terem a járgány mentén. Itt van forint egy nagy marék. Nem kírsük le a kabarét? Subidubidu! Kár bele, kilóg a kábele. Kibelezett üres tartály. Nem! Belefészkelt egy harkály. Most meg mit viogsz, te bamba? Át kéne szerelni postagalambra. Viccaid ostobák! Taszítsuk csak tovább! Állj! Itt egy taxi, és szabad épp. Hey! Hey! Elérjük még a kabarét. Mi a frásznak, hadonásznak? A tévébe derepesztve. És kettőt keresztbe. Váltok, ez volt az utolsó fuvarom. Mit hagyna bennünket a magyar ugaron? Vigyen be kemény forintért. Én nem, majd a sintér. Kötelessége, hogy a munkaidőt kitöltse. Ilyen laza a munkaerkölcse? Bizony, ez a munkához való iszony. Most meg mit vihogsz, te tulok? Ez a magyar humor, csak ámulok. Micsoda viccesek ezek a magyarok. Az életem folyamán én nagyon furcsa dologra jöttem rá. Voltak szerepek, amiben úgy éreztem ezt a nagy szívet. Én meg tudom mutatni, oda tudom tenni az emberek kezébe. Most aztán ez egy költői, amit mondok, oda tudom az emberek kezébe tenni, hogy ott dobok. Hát azért ez túlzás. De úgy éreztem, hogy tényleg na most valami szépet csinálok. Soha, de soha nem sikerült. Láthatunk, vagy kaphatunk? Például ellenpéldát fogok mondani, és valamikor valaha valamiről azt hittem, hogy jaj, ez semmi közöm, nincs semmi kedvem hozzá. Mindig